másfél év szünet után az Alföldön indult el a fesztivál szezon, méghozzá Debrecenben a kampuszon, de hogy a rendezvény mit ad a régiónak turisztikailag, valamint mit érdemes megnézni a civis városban, ennek most utána járunk. Debrecen Magyarország harmadik legnagyobb területű, de második legnépesebb települése. Hajdú-Bihar megye székhelye, a Tiszántúl legnagyobb városa. Budapesttől 2-2,5 óra alatt elérhető autóval. Top látványosság között szerepel a Kötszínház, az Aquaticum Strand, ami 2020-ban nyitotta meg kapuit, a Nagyerdei víztorony, a Nagyerdei stadion, ami körül a Campus Fesztivál zajlik, pihenésre a legalkalmasabb helyszín a Nagyerdei parkban lévő Békástó, bár szökőkutakkal tényleg tele van a város. Kihagyhatatlan nevezetesség, már ha mondhatjuk így, az ország egyik legrégebbi felsőoktatási intézménye a Debreceni Egyetem. A 94 éves épület előtti óriási parkban is természetesen ott egy szökőkút, amiben egyébként a diplomázó diákok meg is szoktak mártózni. Az épület előtt egy óriási francia stílusú park van, a főbejárat melletti villaépület ad otthont a Campus Rádió stúdiójának. Végezetül pedig a legfontosabb nevezetesség az 1600-as évekből származó főutca végén található református nagy templom, ami az ország legnagyobb ilyen épülete, amit 216 évvel ezelőtt kezdtek építeni. A téren Szabó Magdát ábrázoló szobor előtt egy különleges mozaik található a földön, 3 méter átmérőjű, 1x1 cm-es lapocskákból tették ki Debrecen 1693-ban elfogadott város címerét. Természetesen Debrecen egyik legnagyobb attrakciója a Virágkarnevál mellett a Campus Fesztivál. A könnyű zenei rendezvény 2021-ben 13. alkalommal került megrendezésre, ami a pandémia utáni első nagy fesztiválként nyitotta ki a kapuit, vagyis a kordonokat a fiatalok előtt. Lépett már itt fel a Rasmus, Metcon, a Clean Bandit, Jazz Glean, a Prodigy, Akon, Scooter és az amerikai Limp Bizkit is. A világjárvány miatti rövid szervezési idő idén kizárólag magyar zenekarokat engedett felvonultatni. Bár a fesztiválozók átlag életkora 23 év volt, azért az ország minden részéről érkeztek a látogatók, ezzel vendégészakákat generálva az alföldi városnak. A Campus Fesztivál igazgatója elmondta, a régióban a legerősebb a jegyeladás, hiszen akik Debrecenben és környékén laknak, ők vásárolnak leginkább, de évről évre országosan egyre távolabbról is érkeznek a vendégek. Most azért ebben az évben Budapesten egy elég erős kampányt indítottunk a debreceni önkormányzat város vezetésének a segítségével, és ebben a kampányban próbáltuk azt is hangsúlyozni, hogy ez a fesztivál ez miért más, mint a többi, miért érdemes Debrecenbe eljönni, és az, hogy Debrecenben itt a fesztivál bejárattól 50 méterre van az ország legmenőbb strandja, és gyakorlatilag ez egy olyan nyaralási élmény ad most már, ami eddig nem volt meg. Úgyhogy a hotelekkel is egyeztettünk rengeteget, minden hotelnek szinte volt a Campus Fesztivál csomagja, mi a hoteleket azzal segítettük, hogy adtunk egy kedvezményes bérletárat, és úgy hallottam, meg úgy látom, hogy nagyon jó a szállat eljegyzettsége is. Én azt láttam, hogy a fesztivál karszalaggal ugye kedvezményesen lehet menni a strandra, de van még egyébként ilyen turisztikai opció, amit így lehet használni? Rengetegen használják ki a debreceni szolgáltatók között, hogy a fesztivál látogatókat oda csábítsák, úgyhogy felsorolni sem lehet azt, hogy mennyi akció, kedvezményes belépő van a városban, több kulturális intézményben, ami azt a célt szolgálja, hogy minél többen jöjjenek a városi közönségen kívül is. Kikerülhetetlen nyilván a zaj, de van ebből itt probléma, vagy pedig örülnek a helyiek a város fejlődésének, vagy nem tesz hozzá a fesztivál? Hát ez nyilván olyan nincsen, hogy mindenki elégedett legyen, mert azt sosem tagadjuk, hogy a fesztivált lehet hallani. Tehát, hogy azért itt vagyunk a nagy erdőn, igaz nem a lakóvezet közepén, de azért közel a lakóvezetekhez, de természetesen vannak panaszok. Mi ezt tényleg nagyon szigorúan mérjük az zajszintet, hogyha kell, akkor beavatkozunk. Hál' Istennek eddig azért a város lakossága elfogadó volt. Mindenki szerintem érti azt, hogy Debrecen, attól lesz Debrecen, hogy vannak ilyen rendezvények, ahol mondjuk 80-90-100 ezer ember megfordul. Debrecen attól lesz vonzó turisztikai célpont, hogyha ilyen események vannak, úgyhogy azért zömmel az emberek elfogadják ezt. Miklós Völgyi Péter hozzátette, 87 ezeren buliztak a debreceni Campus Fesztiválon 2021-ben.